Üdvözlöm Önöket a Space műsorában, innen a Párizsi Obszervatóriumból, a francia főváros szívéből. Csillagászokkal találkozunk, akik a különleges Gaia küldetésen dolgoznak. Galaxisunk csillagmilliárdjait vizsgálják, hogy megfejtsék a tejútrendszert belengő rejtélyeket. A francia csillagász Frédéric Arnoux egyike annak a sokszáz tudósnak, akik a mélyére szállnak a tengernyi friss adatnak, amelyet a Gaia űrtávcső folyamatosan ont magából. A csapat nemrégiben publikálta minden idők legteljesebb csillagkatalógusát, amelytől azt remélik, áthidalja majd tudásunk több szakadékát is a tejúton. Íme a tejútrendszer, 100 000 fényévnyi az átmérője. Mi körülbelül 26 000 fényévnyire vagyunk a központjától, pontosan még nem tudjuk. Fogalmunk sincs, meddig nyúlik, és azt sem tudjuk, hol születnek a csillagok. Gaiától várunk választ mindenre. Szóval az Európai űrügynökség távcsövén Gaián a világ szeme. Ami azt illeti, elég pontos mérést végzett. 1.692.919.135 csillagot számolt meg. Ehhez több mint 10 000-szer több mérés kellett, mint amennyit az ügynökség korábbi missziója, a Hipparchos elvégzett. Úgyhogy ez egy történelmi pillanat a csillagászatban. Egyik pillanatról a másikra lett egy hatalmas mintánk, tudjuk a csillagok távolságát, így aztán a fényerejüket is. Abból pedig következtetni tudunk más tulajdonságaikra, amelyeket korábban már próbáltunk meghatározni. Aztán most egyszerre, bum, itt a válasz. A csillagászok hosszú ideje dolgoznak azon, hogy összeállítsanak egy ilyen csillagkatalógust. Az első jelentős programot éppen itt, a Párizsi Obszervatóriumban indították 1887-ben. A beszédes Égbolt térképen nevet kapta. Ma a csillagászok egy sok millió pixel felbontású, hatalmas teleszkóppal pásztázzák csöndesen a néma végtelent. A Gaia 1,5 millió kilométerre van a Földtől, egy nap föltengelyen. 6 óránként fordul egyet maga körül úgy, hogy a teljes naprendszert befogja, úgyhogy pár éven belül hiánytalan térképünk lesz az égboltról. 3 szerkezet dolgozik össze. Az egyik egy asztrométer, amely a tárgyak pozícióját vizsgálja. Egy fotométer, amely a színeket elemzi. És egy spektrométer, amely a radiális sebességet méri, vagyis azt, milyen gyorsan közelednek vagy távolodnak tőlünk a csillagok. Íme a végeredmény. Így néz ki a galaxisunk a világűrből. Ez minden idők legjobb képe a tejútról. Timo Prusti finn csillagász vezeti az Európai űrügynökség Gaia missziójának kutatócsoportját. Ő magyarázza, mit látunk ezen a térképen. Ezek itt a Gaia megfigyelései. Követünk bizonyos számú csillagot, az égbolt különböző pontján vizsgáljuk ezeket. Mi az, amit látunk? Egy elnyúló formát. Ez a tejút. Ez itt a tejútrendszer korongja, van rajta néhány sötét folt. Ez vajon mit jelent? Azt, hogy ott kevesebb csillagot látunk. Van ott több is, csak eltakarja őket a por, ezért aztán kevésbé látszanak. A Gaia adataiból animációt is készítettünk a tejútról. Megmutatja, persze felgyorsítva, a csillagok útját a galaxisnak abban a régiójában, amelyben mi is vagyunk. Ez az animáció és az adatbázis lehetővé teszi, hogy a csillagászok a sötétség mélyére nézzenek, és ott felfedezzenek olyasmit is, amire nem számítottak. Úgy látjuk, hogy a tejútrendszer egy korong, a szerkezete spirális, minden gyönyörűen kering benne. De ami újdonság számunkra az az, hogy a Gaia megfigyelései szerint a naptól távolabb lévő csillagok egyáltalán nem a megszokott módon viselkednek, ahogyan elvárnánk. Valami megzavarja őket, valami zavart támaszt a tejútrendszerben. Még nem tudjuk mi, de nagyon sok kutatást látok, amelyek mind erre a kérdésre keresnek választ. Az a lehetőség, hogy tanulmányozhatjuk a galaxis történetét és jövőjét is a naprendszeren belül, a tejút egy meghatározott pontjáról hatalmas távlatokat nyit a csillagászat egésze számára. François Mignard a Gaia misszió alapítói közé tartozik. Bízik abban, hogy a közel 1,7 milliárd csillagról szerzett új adatok alapján meg tudják majd válaszolni a legnagyobb kérdések egyikét. Azt, pontosan hány karja is van ennek a spirális galaxisnak. A Gaia adatbázisban minden megvan.
mozgások, távolságok, ami alapján vizsgálni tudjuk a galaxis karjait. De nem csak az a kérdés, hogy ezek a karok ott vannak-e, hanem az is, hogy az azokban lévő csillagok különböznek-e a többitől. Egyszerre születtek-e? Van-e ezeknek a karoknak külön történetük? Netán ezek a karok azért vannak, mert a tejútrendszer egyesült egy külső galaxissal? Ezeket a problémákat remekül lehet tanulmányozni a Gaia adatbázisában. A csillagászat hatalmas utat járt be az alatt a 351 év alatt, ami eltelt ennek a csillagvizsgálónak az alapítása óta. Az űrtávcsöveknek hála hihetetlenül pontos méréseket végezhetünk több millió fényévre lévő objektumokon is. És jól látszik, hogy minden mozgásban van. Semmi sem áll, minden mozgásban van. A Föld kering a nap körül másodpercenként 30 kilométert tesz meg, ez 100 000 kilométer egy óra alatt. A naprendszer is kering a galaxisban, 230 kilométert tesz meg másodpercenként, az azért valami. És a mi naprendszerünk tagja egy helyi csoportnak, és ezen belül is mozog, 60 kilométert tesz meg másodpercenként. És a csoport maga is úton van, 600 kilométert tesz meg másodpercenként, ez 2 millió kilométer óránként, ez hihetetlen. Minden mozgásban van. A Gaia most tavasszal kiadott adatbázis a mérföldkő a tejútrendszer tanulmányozásában. És ez csak a kezdet. A nap 11 órájában érkeznek újabb és újabb elemzések a világűrből, és ezekből újabb adatbázisok lesznek a következő évtizedben. Most az önök kérdései következnek, amelyeket feltettek a szakértőknek az Ask Space hashtag segítségével. Itt vagyunk az Európai űrügynökség Párizsi központjában Luisa Innocentivel, aki a Tiszta Világűr Iroda vezetője. Nagyon sokakat érdekel az űrszemét. Isaac Gutierrez például azt szeretné tudni, vajon mennyi űrszemét lehet most odakint. Amióta fellőttük az első Sputnikot, vagyis 1957 óta, körülbelül 5000 rakétát küldtünk föl. Ezek nagyjából 8000 műholdat vittek magukkal. Ezek legtöbbje már nem működik, de körülbelül 1200 még üzemben van. Azok közül, amelyek már nem működnek, sok szétesett, sok kis darabban kering a Föld körül. A 10 cm-nél nagyobb tárgyakról van jelentésünk, ezekből körülbelül 29000 van most az űrben. Egy másik kérdés most Ilaria Cinellitől. Azt szeretné tudni, hogy lehet-e valahogy újrahasznosítani ezt az űrszemetet. Egy napon biztosan, még nem tartunk ott. Először arra kell rájönnünk, hogyan gyűjthetjük be ezeket. Ilyet még sose csináltunk, nem is lenne könnyű, és ha sikerülne is, ki kell találnunk, hogyan tudjuk újból hasznosíthatóvá tenni a darabokat. Lassacskán haladunk előre ezen az úton, és eközben azt is ki kell számolnunk, mennyibe kerülne mindez. De egyszer meg leszünk vele. Remek, köszönjük a válaszokat. Önök újabb kérdéseket tehetnek fel az AskSpace hashtag segítségével, a világűrről pedig találnak további híreket az euronews.com-on.